Yeah!
Fejlesztették a szellemüket. Így a lényeg a katának. A különböző technikákat, amiket előbb láthattunk, ezek az alaptechnikák, ezeket a katákba egyesítették, és ezáltal egy folyamatos mozgás kombinációt jöttek létre, amit egyedül gyakorolhatott a karatéka, mivel Okinawa rengeteg iskola jött létre, a mesterek folyamatosan azért aggódtak, hogy ezek az iskolák netán elvesznek egymástól technikákat, viszont így, hogy egyesítették, az ellentétes iskolák nem bírták követni, azáltal máshol is nem tudták ezeket a pitchon technikákat. Természetesen azon kívül, hogy a kata fejleszti a támadást, fejleszti a fizikai erőt a különböző állások által, a lényege nem más olyan, mint hogy azok az emberek, akik már idősödtek, tudják fejleszteni ezekkel a szellemüket, a logikájukat, és egyes stílusok felfogása szerint ezek a formagyakorlatok, ezek nem mások, mint vezetett meditációk. Mi most itt kettő forma gyakorlatot fogunk látni. Az egyik a tárgyokú katák, azaz a végső nagyság katái. Ezek az alaptechnikákat tartalmazzák. És még egy alapkatát a helyen, mi másnál a pinánszoló katát. Ez pedig a belső béke megnyugvás katája. Mind a kettő egy okinawai kata. És a kezdőknek, azaz később a haladóknak tanítják, mivel tökéletesen megtaláltok benne az alaptechnikát, amikre később szükségük lesz. Oh!
Itt láthattunk, ezzel már nagyon régóta szerves része a katáknak, ezeket bunkályoknak hívjuk. A bunkály ez a kátának egyfajta analízise. Ha le akarjuk fordítani a szót, többen próbálták már, vagy úgy fordítjuk le, hogy egy vagy több ember által gyakorlás, vagy pedig szétszerelés, miért is szétszerelés, mivel a katák olyan mozdulat technikákat is tartalmaznak, amit támadás sorozatok, támadás kombinációk, és aki foglalkozik a katákkal, az rájött később, hogy ezek különböző fajta sajátos technikák mind el vannak benne rejtve, és minden egyes mozdulatunk tulajdonképpen egy elképzelt ellenfél elleni küzdelem, melyben később mi is kipróbálhatjuk magunkat már élesben, egyes lépések, ütések vagy ugrások megfeleltethetőek csapásoknak, életpontok leütésének, vagy pedig dobásoknak, ez magának a bunkálynak a lényege. Shin-ko-s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 hin-ko
I'm gonna push you over the edge.
Let's go.